Egyre hevesebbek a harcok Cisjordániában. A palesztinok azt állítják, hogy 100 zsidó telepes felgyújtott egy termőföldet Húvara város közelében. A lángokat csak szerda reggelre sikerült megfékezni. Az izraeliek szerint viszont éppen a palesztinok támadják a kibucokat. Kedd délután legalább 4 izraeli meghalt, 4-en pedig megsebesültek, amikor a Hamászhoz köthető palesztin fegyveresek lövöldözni kezdtek egy benzinkúton a cisziordániai Eli közelében. Az egyik merénylővel a helyszínen végeztek a kiérkező rendőrök, társát pedig több órás autós üldözés után lőtték agyon. Az egyik 21 éves áldozatot már kedd éjjel eltemették, izraeli zászlóba burkolt holttestét kézről kézre adták az emberek. A támadás egy nappal az izraeli hadsereg terrorellenes kommandójának razziája után történt, amely több órás tűzharchoz vezetett. Az összecsapásban legalább 6 palesztin fegyveres meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek, köztük 7 izraeli katona is. Az izraeli razziáknak január óta már több mint 150 halálos áldozatuk volt.